Egy vízilabdagál a Maradj játékban címmel, amely egy bakteriális tüdőgyulladás fajta megelőzésére hívja fel a figyelmet. A medencében nagypapák mérkőztek unokáikkal, és a Rutini nyert egyébként 12-10-re. A kapus legenda Molnár Endre, unokája Molnár Benedek és Ócsai Lajos doktor, járványügyi specialista a vendégeink. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt benneteket! Bandi, volt vala a tüdőgyulladásod? Hál' Istennek nem. Tehát nem, vasból van a szervezeted ilyen szempontból. Hát azt nem, vasból, igazad van, vasból, mert már ki van cserélve, már minden bennem, úgyhogy tele vagyok vasakkal. Miért tartottad fontosnak kiállni emellett az akció mellett? Hát én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos mindenkinek, felnőttnek, gyereknek, főleg a gyerekeknek, de már ebben a korban is gondolom védettséget nyújt még. És én szerintem, aki nem csináltatja meg, akkor az önmagával szúr ki végül is, vagy a gyerekeivel. És ezért gondoltam, hogy azért egy... Ugye ez érdemes csatlakozni, érdemes felhívni a figyelmet. Doktor úr, hát általában a tüdőgyulladás manapság egy antibiotikum kúrával legszokta a házi orvos küzdeni, de hát azért mégsem ilyen egyszerű a dolog, igaz? Egyáltalán nem ilyen egyszerű a dolog, mert tulajdonképpen az antibiotikum rezisztencia egyre inkább elterjedt, és a pneumokokkusz az a baktérium, ami a tüdőgyulladást okozza. Sajnos már adnál is jelentkezett az antibiotikum rezisztencia, tehát nem biztos, hogy első lövésre talál a házi orvos, és az pedig az állapot súlyosbodásához vezet. Valaha a kisgyerekeknek, tehát a csecsemőknek 15-20%-a, és nem tévedés ez a 19. században tüdőgyulladásba halt meg. Annak jelentős része is ennek a baktériumnak köszönhette sajnos a halálát, és a másik érintett korcsoport éppen az idősek, tehát a 60-65 év felettiek, mert ott pedig a szervezetnek a reakció képessége, tehát a védekező képessége csökken, és mivel lassabban reagál a szervezet, ezért sokkal súlyosabb forma tud kialakulni. Nagypapák és unokák. Nagypapák és unokák. A medencében felhívták erre a figyelmet, és éppen ezért fontos arra felhívni a figyelmet, hogy a védőoltás viszont gyakorlatilag egy tökéletes megoldást tud. Igen, igaz? És még egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy főleg téli szezonban, amikor influenza járványok egymást érik, gyakorlatilag minden évben valami átfut az ország lakosságán, tehát enyhébb vagy súlyosabb formában. Egy influenza fertőzés átvészelése után a bakteriális tüdőgyulladásnak az esélye 100-szor nagyobb, mint hogyha nem lett volna influenza járvány. Tehát éppen azért, hogy az influenzát megelőzzük, arra is van védőoltás, illetve a tüdőgyulladás megelőzésére is. És még azt se szabad elfelejteni sajnos, hogy még Magyarországon ma is a 10. leggyakoribb halálok a tüdőgyulladás. És ha van megelőzés, a megelőzött fertőzésnek nincs szövődménye, nincs halálozás belőle, tehát az biztos találat. A nincs gyógyításnál baj, pedig nincs hát baj, sajnos lehet bármi. Csak önfelett játék, Benedek. Igen. Te mit szóltál ahhoz, hogy a nagypapa ellen kell pólózni? Hát én először nagyon meglepődtem, hogy felkértek minket arra, hogy játszunk ellenük, és az elején nagyon izgultam, mert nem tudtam, hogy mire számítsak, hogy még mennyire vannak benne a sportban, meg hát ilyesmi. És nagyon örültem egyébként neki, hogy játszottam ellenük, mert nagyon tisztelem őket, mivel olimpiai bajnokok, meg világ és Európa bajnokok, és a világ egyik legjobb vízilabdásai. És azt mondd meg, Benedek, hogy valaha ezelőtt, akár mondjuk nem mérkőzés körülmények között, de legalábbis valahol egy medence partján, egy medencében, vagy strandon, volt már erre példa, hogy? Hát igen, már... Igen, már medencébe lőttünk egymásnak, meg védtünk, meg úsztunk többször, meg hát igen, ezek, meg passzolgatni is szoktunk. Értem, tehát akkor azért ismered az erényeit, meg a gyengéit is, de ti nem tudtatok találkozni egymással a vízben közvetlenül, igaz? Mert hogy szerintem a Molnár unoka is a kapuban. Igen, ő kapuban, de én aztán kijöttem, mert már meguntam a kaput, meg beszélve, hogy a Tibornak is kellett munkát adni. Úgyhogy voltam én előtte, illetve majdnem előtte. Odáig nem jutottam, de nem akartam neki gólt lőni. Mégis hogy néz az ki? Mégis hogy néz neki? Nehéz egyébként a nagypapának, hogy figyelted a többieket, nehéz ma is gólt lőni neki?
Hát még mindig nehéz, mert ugye elég nagyok, ők mind, mert felnőttek, elég nagy, be tudják érni, ha kirakják így a kezüket, beérik a kaput, mert az azért annyira nem egy nagy kapu, nem is kicsi, és felfele is csak kinyújtják a kezüket, elérik a kapu tetejét, és nem kell nagyot ugraniuk a kapu akármelyik sarkába, úgyhogy nem olyan könnyű nekik gólt lőni. Ez most nem igaz, mert én nem érem el már se a kapufát, fősőt, se az oldalsod, úgyhogy örültem, az életemért küzdöttem, úgyhogy most könnyebben tudta gólt lőni a gyerekek. De egyébként hát nagyon, gondolom, hogy nagyon szívmelengető, meg izgalmas kezdeményezés volt ez ilyen szempontból. Igen, mindenképpen. Gyerekek ellen játszani. Azért jól játszottak az unokák? Igen, igen. Hát 10 gólt lőttek, az azért szép eredmény. És mondjuk, hogy nem egy, a végén még meg is nyerhették volna, hogyha egy kicsit jobban odafigyelnek a büntetőknél. Benedek... Már visszavágott követelnek. Úgy. Már visszavágott? Benedek egyébként a pólós nagypapák unokái mennyire pólós vonzalmúak és pólós hátterűek? Hát én és a nagyobbik öcsém mind a ketten vízilabdázunk a KS-nél. A legkisebb öcsém, aki most, lesz, most elsős iskolában, ő most táncol, de lehet, hogy majd később ő is vízilabdázni fog. Ezt még nem tudjuk. Doktor úr, még annyit a betegséggel összefüggésben, hogy itt sportolók hívták fel a figyelmet, élsportolók, fiatalok, illetve visszavonult régi nagyharcosok. Na de hát a sportolók mondjuk idősebben vagy fiatalkorban ugyanúgy ki vannak téve ennek a fertőzés veszélynek. Természetesen a sportban, főleg az úszósportot vagy a vízzel kapcsolatos sportban régen ugye a középfülgyulladás, amit ugyanez a baktérium okoz, nagyon elterjedt volt, és nagyon sok sportpályafutás éppen a középfülgyulladáson bukott meg annak idején gyerekkorban. Erre ez már a védőoltással ez is kivéthető, és a gyerekeknél is. És természetesen a sportolók éppen olyan esendők, még élet, az élet virágába is ugyanúgy kaphatnak tüdőgyulladást, de idősebb korban sajnos azzal, hogy egy aktív sportolói pályafutás befejeződött, és utána kezdődik egy más élet, ugyanolyan esendők, és sajnos a sportolóknak is a szervezete, a védekező képesség, az immunreakció a kol erőre haladtával éppen úgy csökken, mint más embernél. Tehát nagyon jó, hogy a sportolók hívták föl, tehát és aláhúzták azt, hogy még ugye őnáluk is ez problémát jelenthet, és az átlag lakosságnál meg ez a probléma ugyanolyan nagy, vagy még nagyobb. Vandi, milyen gyakran fordul elő veled, hogy ilyen kissé, vagy jobban komolyabb vízi játszadozásba kezdesz a te korodban? Nagyon ritkán fordul elő velem már. Nem, az utolsó pár évben mindenféle kórházat megjártam más ügyekbe, úgyhogy nem nagyon volt időm rá, hogy vízbe szálljak, meg nem is igazán hiányzott. Úgyhogy ez nagyon nagy meglepetés volt számomra is, mert mondtam az előbb, hogy az életemért küzdöttem, tehát nem volt előzménye, nem mentem be már hosszú ideje a vízbe, tehát legalábbis olyan vízbe, ami nyakig ér, vagy alacsonyabb volt, abban voltam, de ilyen a mély vízben nem igen. Tehát most ez meglepetés volt számomra is, hogy még egyáltalán föl tudom magam tartani a víztetőjét. Benedek, akkor visszavágott kértek? Igen. Igen? Akkor jól esett a mérkőzés. De azért már nem fogok részt venni valószínűleg. Megpróbálod rávenni a nagypapát? Igen. Azért mégis, hogy legy. Hát nem tulajdonképpen, hogyha ez ilyen jó sikerült, akkor lehetne belőle évente egy rendezvény, nem? Vagy ne ijeszgessen ki esetben. Azt talán mégse. Te benne volnál, nem? Igen. Én is gondoltam ilyenre. Na hát akkor nyüstöld a nagypapát, meg fogjatok össze. És nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Igen. Tehát a közönség is élvezte a játékot is, a közvetítést. Igen? Is. Tehát, jó, hogy mondjátok, mert én nem élveztem annyira. Erre mondják, hogy az esemény elérte célját. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a lehívást.